Ja, az előző év, 2015, az a fény éve volt, és akkor itt az előadások nagy része a fénnyel kapcsolatos volt, vagy a fény fizikájával, vagy annak a különböző technikai, vagy másfajta alkalmazásával. Hát most ideje áttérni, ideje áttérni valami másra, célszerűen térjünk át a másik irányba, a fényről a sötétségre, és a sötét aranyjuk, azért legyen világosság. Fölidézem a tavalyi előadásnak az elejét, ugye az ég megtelik a mindenféle világító objektumokkal. Ez volt az egyes előadás. Idénre a csillagok fénye 2 volt meghirdetve, ezt elhalasztottuk januárra, mert ugye sötét dolgok következnek itten. Bocsánat, nem az erő, hanem az anyag sötét oldaláról lesz szó, ami elhatalmasodik a világon, és hoppá. Tehát erről lesz szó. Nézzük csak, hogy is kezdődik, mi a csoda ez a sötét anyag problémája. Hát ez egy ilyen furcsa kettősség, egy elméleti hiánynak és egy kísérleti feleslegnek a találkozása, hogy azt mondjam, a műtőasztalon, vagy sikeres vagy sikertelen, az nem sokára ki fog derülni néhány éven belül. Mi a csoda ez a dolog? Hát nem először történik ez a fizika történetében. Nézzük meg, hogy általában hogy keletkeznek a különböző fizikai tudományágak, ezek fizikai felfedezések, milyen forgatókönyvei vannak. Van olyan, hogy a kísérletezők találnak egy jelenséget, és gőzük sincs, hogy mi az, megkérdezik az elméletértőt, azok meg még inkább nem értik. Ilyen volt a radioaktivitás felfedezése. Hé, micsoda? Az addigi fizikának ez teljesen ellentmondott. Van olyan viszont, amikor az elméletileg megjósolnak valamit, és ha szerencséjük van, akkor meg is érik a felfedezést. Ugye Higgs nagyon öreg volt, amikor megkapta nemrég a Nobel-díjat, de például a gravitációs hullámokat Einstein 100 évvel ezelőtt jósolta meg, hát ő nem érte meg a felfedezését. Tehát vannak ilyen okok. És van olyan eset is, amikor nagyjából egybeesik az elméleti magyarázat és a kísérleti felfedezés, ez a nagyjából egybeesik, ez a néhány évet jelent. Például a kvantum elektrodinamikának egyik alapvető mérése és annak a pontos kiszámolása az körülbelül egy időben történt, és ez nagyon megalapozta ennek a tudománynak a hitelességét, hiszen 10-15-es pontossággal kiszámoltak valamit, aztán meg is mérték, és akkor ez kölcsönösen megerősítette a kísérletezőkre és a elméletileg bizalmát abban a tudományban. Ugyanígy a elméleti részecskefizikusok feltételezték a kvarkoknak a létezését, ugyanakkor a kísérleti részecskefizikusok rájöttek arra, hogy az egymással ütköztetett protonok meg egyebek, azok kisebb alkotó részekből állnak, ugye a parton szó azt is jelentett, hogy alkotórész. Aztán egy idő után rájöttek, hogy ugyanarról beszélnek, ma már nem használják a parton szót, hanem azok a kvarkokat jelentik. Tehát ez megint nagyjából a 70-es években egyszerre történt. És a másik sikeres dolog, ami tényleg szó szerint egybeesés volt, a kozmikus háttérsugárzásnak a felfedezése. Kísérleti nem fizikusok, hanem rádiómérnökök rájöttek arra, hogy az univerzumból sugárzás érkezik. Ugyanakkor egy elméleti fizikus csoport azon dolgozott, hogy kiszámolja, hogy mi érkezik az univerzumból, és kerestek olyan rádiómérnököket, akik ezt megmérhetnék. És a különböző legendák szerint egy konferencián, a másik legenda szerint viszont egy kocsmában találkoztak, és elmesélték egymásnak, hogy mivel foglalkoznak, és kiderült, hogy pont ugyanazzal. Hát aztán együtt megjelentették a cikket, és néhány évvel később a kísérletiek megkapták a Nobel-díjat. Na hát ez a mostani felfedezés sorozat ugye nem egy eseményhez kapcsolódik, hogy most valaki rájött arra, hogy meglátta a sötét anyagot, és ennek az a specialitás, hogy azt nem lehet meglátni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ma felfedeztem, hoppá, ott van, ez nem így történt, de hát azért vannak olyan dolgok, amiket nem lehet látni, elektroncsalátot még senki, mégis itt kezeljük őket dögivel, és úgy viselkednek, ahogy mi szeretnénk. Jó, tehát nézzük meg egy kicsit részletesebben ezt, hogy mi ez a kísérleti felesleg, hogy mi az, amit találtak a kísérleti csillagászok, nem kísérletek, csillagászok nem kísérletek, tapasztalatot akar jelenteni, amikor a fizikus kísérletről beszél, az azt jelenti, hogy vagy én állítom be a kísérletet, ha van elég pénzem, ha meg nincs, akkor megnézem, hogy a világegyetemen magától, hogy mennek végbe a jelenségek, és azt is kísérletnek hívom. Jó, tehát az a probléma, hogy sok olyan anyag van az univerzumban, amiről nem tudjuk, hogy mi. Honnan származik, hogy került oda, milyen kölcsönhatásba vesz részt, és hogy egyáltalán mire való. És egyebek között, ez csak egyik tulajdonság, de hát erről nevezték el, sötét. A sötét az nem azt jelenti, hogy fekete, hanem hogy láthatatlan. Tehát igazából láthatatlan anyagnak kéne hívni, tehát azért láthatatlan, mert nem világít. Na most nagyon sok minden valami nem világít, én sem világítok, de például infravörösben igen, de azért mégis valahogy lehet látni. Szóval ez nem olyan, ott van valahogy, az a kérdés, hogy honnan tudjuk egyáltalán ezt, hogy van.
Hát erről lesz főleg szó, hogy honnan tudjuk, és hogy lehet ennek a részleteire rájönni. Hát van egy olyan kölcsönhatás, amelyben minden anyagfajta részt vesz, ez pedig a gravitáció. Azt nem lehet kikapcsolni. Erről már több előadás volt itt, hogy milyenek a gravitációnak a tulajdonságai. Gravitációs hatásával a legláthatatlanabb anyagot is elárulja magát. Hogyha valaki bujócskát játszik, és valaki nagyon elbújt el, akkor legyen szíves, vegyen egy gravitációs detektort, és akkor azzal meg lehet találni a másikat. A rendőrségnek is a hűlt helynek a termoelektromos keresése mellett a gravitációs detektorokat javasoljuk, hogyha valakit meg kell keresni. Na, most egy kicsit, ha már fizikáról van szó, ugye tudjuk Newton szerint, ezt mindenki megtanult, hogy a tömeg, az anyag tömege kelti a gravitációt. Ez nagyon fontos alapvető tulajdonság, mert például nem függ a színétől, szagától, hőmérsékletétől, vallásától, nemi orientációtól, egyebektől nem függ, de kizárólag a tömegtől függ, hogy melyikkor a gravitációs erő. Na most ezt Einstein általános relativitás elmélete módosította, tehát ott már nem egy paraméter, hanem 10 adat jellemzi a gravitációs hatásokat, ebben benne van például az energia áram, tehát egy mozgó testnek más a gravitációs hatása, mint egy állónak, vagy egy forgónak is más. Ezt nemrég sikerült éppen kimérni. De például a testnek a nyomása is beleszámít, meg a nyíróerők. Tehát, hogy egy összetekerek egy rugalmas testet, annak egy kicsit más lesz a gravitációs hatása. Miért nem tudtuk ezt eddig? Mert marha pici a hatás. Tehát közönséges laborban ezeket nem lehet kimérni. Az univerzumban vannak olyan extrém körülmények, ahol ez is számít. Na most olyasmiről lesz szó, ahol ezek nem számítanak. Tehát mostantól kezdve végig arról fogok beszélni, hogy a lényegében a newtoni fizika alapján, hogy a tömeg kelti a gravitációt, ennek a bizonyos sötét anyagnak is a tömegét észleljük, és azt fogjuk nyomozgatni. Hát az a kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy mennyi a testnek a tömeg? Hát megmérjük mérlegen, mondja az ember, de azért kicsit gondolkodjunk először is, hogy milyen tömegről van szó. Hát mindenki megtanult a Newton törvényét, lesz itt néhány képlet, akit ez zavar, az hunja be addig a szemét, néhány fólia után túl leszünk a képleteket. M-szer A egyenlő F, tehát a tömegszer gyorsulás az az erő, és a gravitációs erőnél be kell írni, hogy az M-szer a G, ahol a G-re ugye azt mindenki rávágja, hogy a 981, hát máshol nem 981, lényeg az, hogy a gravitációs gyorsulás. És Newtonnak van egy képlete arra, hogyha egy nagy M tömegű testtől R távolságra vagyunk, akkor mennyi az a G, hát nagy G-szer, a nagy M az a nagy testnek a tömege per R nézet. Ebben háromféle tömeg szerepel ebben a képletben, itt bal oldalt ez a testnek a tehetetlen tömege, ez mondja meg, hogy M-szer mennyi. Passzív súlyos tömeg az, hogy szenvedi el a gravitációt, ez szerepel ott az M-szer G mellett, az pedig, hogy ő maga milyen gravitációs teret kelt, az pedig ez a másik testnek ez az aktív súlyos tömege, mert ez a három ez nem különböző. Elvileg lehetne olyan a világ, hogy ezek különböznek, de nem különböznek. Ez egy nagyon fontos kísérleti tény, és erre elméletek épülnek, hogy ez a három tömeg minden testre azonos, és az általános relativitás elmélet ebből indult ki. Volt is erről egy előadás itt pár éve, ahol pont erről szólt, hogy tette lehetővé a súlyos és tehetetlen tömeg azonossága az általános relativitás elmélet, mint geometriai jellegű elméletnek a kiépítését. Hát hogy mérjük meg a tehetetlen tömeget? Hát ugye egy pistáig csinálnak kísérleteket, amikor bemutatják ezt. Vegyünk mondjuk egy ismert tömegű golyót, lökjünk lekni egy ismeretlen tömegű golyót, összeütköznek, visszapattannak. Ha az ember ügyesen megméri a sebességeket, akkor ebből elvileg, hát néhány ilyen kísérlet alapján ki lehet számítani az ismeretlenek a tömegét. Pontosabban a tömegnek az arányát az ismert tömeghez, hát mondjuk ellopom Párizsból a standard 1 kg-ot, és azzal végzek ilyen kísérleteket, nem örülnek neki, de pontos eredményem lesz. A másik lehetőség ugyanúgy már volt, hogy mérjük meg mérlegen. Hát mit is jelent ez a mérleg? Ez a gravitációs hatásra való érzékenység, és pontosan azt használjuk, hogy a súlyos meg a tehetetlen tömeg azonos, mert hogyha azt nézzük, hogy reagál a test mondjuk a Földnek a gravitációs hatására, akkor ezt a bizonyos második M-et mérjük, de hát tudjuk, hogy ez ugyanaz, mint a másik. Vagy azt csináljuk, hogy egyensúlyba hozzuk az ismeretlen testet egy standard testtel, és megnézzük, hogy egyforma a tömegük, vagy pedig mondjuk a Földnek az ismert gravitációs terével hozzuk kölcsönhatásba, hogy rálógatjuk egy ugóra, és megnézzük, hogy mennyire fog. Na most persze ezt tudnunk kell, hogy milyen a Földnek a gravitációs hatása. Na, mi van olyan testekkel, amik nem férnek el a mérlegen, mondjuk a Földnek, hogy mérje meg a tömegét, vagy a Holdnak, vagy egyéb ilyen nagyobb testeknek. Tehát kinn az űrben alátámasztás ütközés és a standard kilogramnak a birtoklása nélkül, hogy lehet megmérni a tömeget. Hát azt veszük észre, hogy a testek
egymásra gravitációs hatást fejtenek ki, és emiatt eltérnek a Newton által, vagy a Galilei által előírt egyenes pályától. Ha nem hatna rá semmi más, akkor menne egyenesen, állandó sebességgel, de eltértőre, és akkor itt meg kell mérni a mozgásába, kiszámítani, hogy milyen erő hatott rá, és ebből ki lehet számolgatni, ki lehet következtetni, hogy a másik test, ami hatott, annak milyen a tömege. Tehát a görbek pályákat kell vizsgálgatni. Na most ennek a legelső lépését Kepler tette meg, ez a legrosszabb kép, amit találhattam Keplerről. A tapasztalati szabály, ez a Kepler harmadik törvénye néven fut. Egyszerűség kedvére mondjuk így körpályákra, kis R-rel jelöljük a pálya sugarát, ahol kering a bolygó, mondjuk a nap körül, és T-vel keringési időt, és feltételezzük, hogy a központi testnek, mondjuk a napnak sokkal-sokkal nagyobb a tömege, mint a bolygóknak, mert ha nem, akkor sokkal bonyolultabb a képlet, és azt mondja, a Pista megtanítja. Na, mindesetre Kepler arra jött rá, hogy R köb arányos T négyzettel. Ezt most tessék ugye elképzelni, jó, most tudjuk, benne van a könyvekben, de Kepler úgy csinálta, hogy évekig politizálta azért, hogy hozzájusson az adatokhoz, amit Tycho Brahe gyűjtött össze, aztán utána, nem az interneten, nem számológépen, hanem lúdtollal, gyertyafénynél, hosszú-hosszú éjszakákon keresztül, úgyhogy még a színusz táblája sem volt meg, hanem ő maga számolta ki sorfejtéssel a színuszfüggvényeket. Szóval ilyen adatokkal feldolgozgatta, ebből jött rá az ellipszis pályák megérdek, próbálja valaki utána csinálni. Néhány napig meg kell figyelni a Marsot, aztán utána gyertyát és lúdtollat kell szerezni. Szóval tessék értékelni egy-egy ilyen törvénynek a levezetésének, nem matematikai levezetés, hanem az adatokból való kibányászásának az erejét. Tehát ez a törvény, ezt hogy kell érteni, ott a napot kering körülötte a Föld, nézzünk egy másik bolygót, mondjuk a Marsot, mind a kettőnek van egy adott sugara, tegyük fel, hogy körpálya, nem túlságosan térnek el a körtől, Kepler éppen a Marsnak a pályájából jött rá, hogy az majdnem kör, de inkább ellipszis, de mind a kettőnek van egy sugara, megnézzük a keringési időket, és akkor különböző bolygókra kiszámítjuk az R köb per T négyzetet, és ugyanazt az értéket kapjuk. Na most az izgalmas az, hogy amikor Kepler rájött, nem sokkal utána Galilei felfedezte a Jupiternek a holdjait. Tehát itt valahol harmadik, vagy valamelyik körön ott kering a Jupiter, és a körül is keringenek testek, és azoknak külön el lehet végezni ezt az analízisét, ezeknek a pályasugarát, meg a keringési idejét is ezt lehet hasonlítani, ott is meg lehet nézni az R köb és a T négyzet összefüggését, ott is van egy ilyen arányosság, de más az arányossági tényező. Hát vajon mit jelenthet? Ezt egy kicsit most számoljunk, ezek lesznek az utolsó bonyolult képletek. Ha körpályán megy a test, akkor a körnek a kerülete 2π/r, ezt el kell osztani a keringés idővel, ennyi lesz akkor a pályamenti sebesség, ebből kifejezzük az időt. És akkor ezt helyettesítjük be ide a T négyzetbe, tehát R köb az ennek a T-nek a négyzetével, azaz R négyzet per V négyzettel lesz arányos. Bocsánat, ide kis R-et kellett volna írnom. És akkor itt lehet egyszerűsíteni a R négyzettel, és végül azt kapjuk, Kepler törvényét így is meg lehet fogalmazni, hogy a különböző bolygókra a V négyzetszer R az ugyanaz. Tehát ha különböző bolygóknak megmérem a keringési sebességét, meg a pályasugarát, akkor kapunk egy állandót. Most ugye ezt megcsinálom a Jupiterre, akkor egy másik állandót kapok. Tehát valószínűleg, akkor majd sejtették, hogy ez a centrumnak valami tulajdonságát fejezi ki. Még egyszer Kepler erre úgy jött rá, hogy nézte az eget és leolvasta. Itt van a másik, akinek ifjúkori képét sikerült megszerezni, tehát Newton. Newton ugyanezeket levezette. Ő ugyanis kitalálta, három dolgot talált ki, a mozgások leírásához szükséges matematikát, a dinamikát, tehát a Newton törvényeket, és hogy mit kell az M-szer A egyenlő F helyébe jobb oldalra behelyettesíteni, a gravitációs törvényt, és a hármat összerakva abból már le tudta vezetni a naprendszernek a mozgásait. Egyebek között Kepler törvényeit. Azt kipróbálnak megismételni, hogy Igen, hát a még nehezebb feladat után az volt, hogy ezt visszafordította euklideszi geometriára, mert a kortársai nem ismerték az ő által a kitalált differenciál számítást, tehát úgy kellett előadni, hogy a többiek is megértsék. Na minden esetre próbáljuk meg itt is akkor a dinamika törvényeiből levezetni, hát a körpályán, hogy a körpályával a mozgáshoz centripetális erőt kell kifejteni, hát itt ilyenkor a gravitáció biztosítja. Csináljunk egy ilyen gondolatkísérletet, menjen a Föld a körpályán, magától nem megy, ugye kifele hatna egy centrifugális erőt, meg kell húzni, stb. Mi kell? Hát a gravitációs erő. Oda kell tenni középre a napot. És föl kell írni a kétféle képletet, tehát a ható erő egyrészt M-szer V négyzet per R, másrészt pedig ez ugyanaz, mint a gravitációs erő. És akkor itt lehet látni, hogy a kisemmel lehet egyszerűsíteni. Nagyon örülünk, hogy a kisem mindenhol ugyanaz.
És itt is van benne R, ott is van benne R, át lehet szorozni, és az jön, hogy V négyzetszer R az G szerep. Tessék visszaemlékezni, Kepler azt mondta, hogy tapasztalat alapján, hogy V négyzetszer R az konstans, mi most már tudjuk, hogy mi ez. Ez az univerzális gravitációs állandó szorozva a centrumnak a tömegével. Ebből az következik, hogy ha én megmérem egy bolygónak a pályasugarát és a keringés idejét, akkor ebből a képletből le tudom olvasni, hogy mennyi a tömege. Nagyon jó. Így kell centrum tömeget mérni. Az a probléma, hogy a G-t nem ismerem. Pontosabban akkor még nem ismertük. Ha különböző esetekre megnézem a Napra meg a Jupiterre, akkor a kettőnek a hányadossából kiesik a G, és abból ki lehet egy számítani az akkori adatok alapján, a Jupiter holdak analízise meg a napbolygóinak analízéséből, hogy a nap tömeg per Jupiter az jó közelítése pont 1000. Ez jött ki. Ez tény, de ezt egyszer le lehet olvasni. De hogy tényleg mennyi a tömeg, ahhoz kéne ismerni a G-t. Hát azt honnan tudjuk? Hát azt meg kell mérni a Földön. És a Földön elő kellett venni egy ilyen bácsit, ugye akkor még nem volt selfie, tehát így lerajzoltatta magát, de az aláírás, az a személyes aláírás a Cavendishnek, aki építette egy ilyen torziós ingát, és ezzel megmérte a Földön a gravitációt. Tessék elképzelni, tehát itt ilyen kilogrammnyi testek lógtak azon az ingán, és oda mellé tett egy másikat, marha pici erő lépett föl, és ettől egy kicsit elfordult az az inga. És ezt ki tudtam érni, és ebből kiszámította, hogy a két test között mekkora gravitációs... Mindjárt. No. És akkor ezt 1798-ban mérte meg. Tehát kicsi erőket kell, kis elmozdulásokat pontosan mérni. Ennek van egy nagymestere, akit Ötvös Lóránnak hívnak, és ő ezt a módszert tökéletesítette és kifejlesztette a torziós ingát, amit ténylegesen ebben a teremben szoktunk bemutatni és méréseket végezni, az Ötvösnek az eredeti saját ingájával. Tehát ezzel aztán sok mindent meg lehet mérni. Egyrészt a Földön például olajat kerestek vele, nemrég hallottam, hogy a Ewingok is Ötvös ingával keresték az olajat annak idején, de minden esetre az egyik típusú mérés, amit ő elvégzett, a G-nek a meghatározása. Ma ezt a gravitációs, ja, és itt voltak a korábbi előadások, amik Ötvösnek a munkásságáról és az ingáról szóltak, meg lehet találni az Atomcsillag a weblapján. A G-t megmérték, és most akkor már ilyen pontossággal ismerjük, fölhívom a figyelmet, sokkal kevesebb tizedes pontossággal ismerjük, mint az egyéb természeti állandókat, pontosan azért, mert a gravitáció gyenge erő és nehéz mérni, nehéz ilyen kísérleteket végezni, mindesetre azért ott van 5 tizedes. Tehát most már tudjuk, hogy mennyi a G, tehát visszatérve az előzőekhez, ha megmérjük a bolygóknak a pályasugarási sebességét, akkor már tényleg meg tudjuk mondani, hogy mennyi a például a napnak a tömege, a nap az 2×10^30 kilogramm. A Jupiter meg ennél 1000-szer könnyebb. Tehát ezek már konkrét számadatok a mi mértékegységrendszerünkbe, és hogyha például megnézzük most valamiféle módon exobolygókat, távoli csillag előtt valahogy elhalad a bolygó, akkor valahogy a fedésből meg a keringésből keringésidőt meg lehet mérni, nagyjából a szöge, vagy a sugárra is rá lehet jönni, és abból például a csillagnak a tömegét is ki lehet számítani. Vagy fordítva, hogyha ismerjük valami más módon a csillag tömegét, mert a csillag fényessége meg a tömege között van összefüggés, akkor a bolygó pályájára is lehet következtetni. Tehát ezek az összefüggések univerzálisan működnek. Na nézzünk még nagyobb objektumokat, mint a csillagok. Ugye Cavendish az kilogrammnyi dolgokkal dolgozott, itt a Kepler törvényeket a naprendszerre alkalmaztuk. Nézzük galaxisokra. Itt csillagok százmilliárdjai keringenek egymás kölcsönös gravitációs terében. Nagyon más a szituáció, mint a naprendszerben. Naprendszerben középen van egy böhöm nagy test, és a naprendszer következő legnagyobb objektum a Jupiter, az 1000-szer kisebb nála. A galaxisok viszont, galaxisokban a csillagok viszont nagyjából egyforma tömegűek, és egymás kölcsönös gravitációs terében keringenek. Nagyon szép képek vannak a galaxisokról, tele van velük a net. Szeretnénk megkérdezni, megtudni, mennyi a tömege. Hát egyik egyszerű kérdés, számoljuk meg az alkotó részeit, aztán szorozzuk össze. Tudom, hogy hány csillagból áll egy galaxis, ezt nagyjából lehet tudni, hogy 100 milliárdos nagyságrendben van, tudjuk, hogy mekkora egy csillag, szorozzuk össze. Na jó, de hát ott vannak még a bolygók, meg a Csubakka is ott szétál mellette, az is jó nagy tömeget képvisel. És így tovább, szóval azért hozzá kell adni porfelő, jó, szorozzuk meg kettővel, ez a mérnöki dolog, hogy kiszámítjuk, aztán utána eredményt megszorozzuk kettővel, akkor nagyjából jó lesz.
Na hát valami ilyesmit csináltak egy darabig, és ezt hívjuk, hogy a látható anyagnak a tömegének. Hát megint azt hiszük, hogy az anyagnak a nagy része az a csillagokban van, a többi meg hát úgy tessék, lássék, ott van mellette, és akkor ha megszámoljuk, hogy mennyi anyag van a csillagokban, akkor körülbelül megkapjuk az egészet. Vagy pedig itt is próbáljuk alkalmazni Kepler harmadik törvényét. Na de az azért nem működik, mert föl volt írva, hogy akkor érvényes úgy a képlet, hogyha középen van egy nagy test, körülötte a sok kicsi, és a sok kicsi egymást nem zavarja, és ő sem szól bele a nagyok dolgába. Hát itt most másról van szó, ezért meg kell nézni, hogy hogy működik ez. Először számoljuk ki a látható anyagot. A látható anyag, láttuk, hogy a napnak a tömege 10^30 kg nagyságrendű. Írjuk fel a protonnak a tömegét, tehát a lényeg hidrogénatom, 10^-27, a kettőnek a hányadosa 10^57, tehát úgy lehet mondani, hogy a nap körülbelül 10^57 darab atomból áll. Ez szép szám, és ezt érdemes megegyezni. És le lehet vezetni. Az a döbbenetes, hogy ez egyrészt egy kísérleti adat, megmértük a napnak a tömegét, másrészt atomfizikai, meg egyéb fizikai állandókból ez az adat levezethető. Van egy olyan számolás, aminek ez a végeredménye, sajnos nem volt H-vonásom, de az ott a H-vonás, tehát a H per 2 pi, hogy ez az furcsa adat, H-vonásszor C per G szer M négyzet, az egy dimenziótlan szám, és ennek a 3/2 hatványa, ez 10^57, és az elméleti számolásban, hogy többen hallották, látom, fölismertetik a levezetést, ezt ugyan néhány heti specén el lehet mesélni, kijön az, hogy egy csillag körülbelül ennyi atomból áll. Plusz-minusz egy nagyságrend. Na most ebben az a furcsa, hogy a csillagok mérete az rendkívül szól. A legkisebb csillagok azok 10 kilométeresek, a legnagyobbak 100 millió kilométeresek, de a tömegben viszont nagyjából egyformák, tehát a naphoz képest tizedrésze vagy tízszerese, mondjuk 20-os még éppen előfordul, de 2000-szer a naptömegű csillagok már nincsenek. Tehát érdekes módon ez egy ilyen elméleti levezetés, hogy körülbelül ennyi darabból, és tényleg stimmel a napnál ez a 10^57, egyezik azzal, amit elméletileg is le tudunk vezetni. Na most akkor elővehetjük azt, hogy egy galaxisban mennyi a csillagoknak a száma, hát a 100 és 1000 milliárd között van, tehát 10^11, 10^12, szorozzuk össze, és akkor ünnepélyesen megkapjuk, hogy a galaxis tömege 10^42 kilogram. Nagyjából ennyi, és akkor itt is plusz-minusz egy nagyságrendnyi különbség van. Nyilván ezért választották a kilogrammat egységként, hogy így jöjjön ki. Na most kérdés az, hogy lehet alkalmazni Keplernek a harmadik törvényét egy olyan objektumra, ahol nincs egy központi vonzócentrum, hanem az egész egy kiterjedt valami, sőt, még az is előfordul, ami kering, az benne van az objektumban. Mert a nap belsejében nem keringenek bolygók, bár voltak ilyen ezoterikus elméletek, hogy a nap belsejében keringtek, aztán kiugrottak, és akkor mindegyik így megy kijebb. Korábban a Mars járt ott, ahol a Föld, és akkor most már készül a napban a következő. Ma is van olyan ember, aki ezt hirdeti a neten, de ezt nem kell komolyan venni. De a galaxisok tényleg olyanok, hogy a vonzóanyag közepén benne keringenek maguk a vonzás alanyai is. Hogy kell ezt leírni? Hát a galaxisoknál ugye egy kell elképzelni. Ez itt a mi tegütrendszerünk kívülről fényképezze most. Nehogy azt higgyék, hogy elmentem kívülről fényképezni. Tehát ez egy számítógépes rekonstrukció, hogyha kívülről ránéznénk a mi galaxisunkra. Akkor ilyen lenne. Tegyünk fel, ott van egy csillag és megy ilyen sebességgel, ott egy másik csillag amolyan sebességgel, harmadik amolyan. Igyekeztem úgy rajzolni, hogy különböző távolságban legyenek a centrumtól. Milyen kapcsolat van itt a sebesség, meg a sugár, meg egyebek között? Mit mond Kepler harmadik törvénye ebben az esetben? Hát Newton gravitációs törvénye itt is segít, lehet vele valamit kezdeni. Newton gravitációs törvényének két nagyon egyszerű következményét le lehet vezetni. Az egyik azt mondja, hogy ha veszünk egy gömbszimmetrikus testet, mondjuk a Földet vagy a Napot, akkor ezen kívül a gravitációs tér pont olyan, mintha az objektum pontszerű lenne. Tehát kívül, aki kering körülte, az nem érzékel, hogy mekkora az azért. Ez azoknak is fontos, akik mindig azt hiszik, hogy a fekete lyukak azok úgy bezabálják a környezetükről az aranyjárókat, mint a rossz filmekben van a laborban egy dobozban egy fekete lyuk, és a rossz tudósokat beszívja a rossz lyukat, meg nem. Hát nem így történik, hogy a középen lenne egy fekete lyuk, és a körül keringene egy test, pontosan úgy keringene körülte, mint hogy az ugyanakkor a tömegű, de nem fekete lyuk lenne. Ez úgy lehet elképzelni, hogy itt van egy nagy M tömegű test, és oda teszünk köréje pályára egy bolygót, megnézzük, hogy mekkora erővel vonz. Utána azt a nagy M tömeget egy ponttá egyesítjük, akkor ugyanaz az erőhatás, és a bolygó ugyanúgy kering.
Ez azért jó, mert erre az esetre ismerjük Newton törvényét. Az a bizonyos G-szeremszer kis ember R négyzet, az erre vonatkozik, tehát ez akkor is igaz, hogyha nem pontszerű test van, hanem egy kiterjedt objektum. A másik tehát a kettő azonos. Másik következménye pedig az, hogy a gömbhéjon belül a gravitációs tér nulla. Csináljunk egy ilyen nagy gömböt, és tegyünk bele egy kis testet, arra ott nem hat gravitációs erő, ott lebegni fog. Most ha kettőt egyesítjük, akkor ebből az következik, hogy egy gömbszerű felhőn belül keringő testnél csak az anyag számít, ami az ő pályáján belül van, azt egyesítjük a centrumba, és annak a gravitációs tere hat, ami meg kívül van, az, mintha ott se lenne, mert annak a gravitációs hatása az összességében nulla. Ennek a segítségével ki lehet számítani a galaxisokban a mozgást. Nézzük most megint ezeket a testeket. Hát nézzük a fehérre jelölt csillagot, akkor lefedjük a galaxisnak az ő pályáján belül levő részét, és azt a gömböt úgy képzeljük, mintha a centrumban lenne összezsúfolva, és megnézzük, hogy annak mennyi a tömege, és ennek a gravitációs hatását ki tudjuk számítani, alkalmazunk Keplernek a naprendszerre kidolgozott törvényét, és abból meg tudjuk mondani, hogy az a elsugárnál mekkora sebességgel fog keringeni a csillag. Hát a pirosnál egy kicsit nagyobb gömbbel kell lefedni, a sárgánál még nagyobbal, és persze akkor itt a G-szerem képletben nagyobb M lesz, hiszen hogy a nagyobb gömböt veszünk, az több anyagot fog magába tartalmazni. Mit kéne ismernünk? A csillagok eloszlását, a tömeg eloszlását a galaxison belül. Ha tudnám azt, hogy adott sugárig mennyi anyag van, akkor abból meg tudnám mondani, hogy milyen gyorsan keringenek a csillagok. Na, tehát meg lehet fordítani. Ha én megmérem a csillagoknak ezeket az adatait, akkor abból visszafele ki lehet számítani, hogy adott sugáron belül milyen tömeg van. És ezzel rekonstruálni tudom a galaxisnak a profilját, a tömegeloszlását. És ha valaki például azzal foglalkozik, mint itt többen az egyetem, hogy keletkeztek a galaxisok, ilyen elméletből ki kell jönni annak, hogy milyen a tömegeloszlás, ezt össze lehet hasonlítani az ilyen kísérleti tapasztalatokkal. Tehát még egyszer, az a lényeg, hogyha, bocsánat, megszólalt az ördög ügyvédje. Az előbb mindig arról beszéltem, hogy gömbszerű objektumokra. A galaxisok nem gömbszerűek. A lapas korom. Le van ejtve. Jó? Ezzel nem foglalkozom. Na, erre mondják a fizikusok, hogy az csak perturbáció. Na szóval, ha a galaxisokban különböző csillagokra kiszámítjuk a V négyzet szereret, most ha megmérjük, kiszámítjuk ezt az adatot, akkor az arányos lesz, ismérvén a gravitációs állandót, az adott sugáron belüli tömeggel, és akkor ebből le tudjuk rajzolni a sűrűségelosztást. Így fel lehet térképezni a galaxist. Na hát akkor jönnek a technikai nehézségek. Hogy is kell megmérni a V-t meg az R-et? Hát mérjük meg a csillag keringési idejét. Ez remek. Meg kell várni, amíg visszaér odáig. A nap például 200 millió év alatt visszaér ugyanoda. Nem tudom, hogy kinek van ilyen hosszú kutatási ösztöndíja, hogy megmérje a csillagnak a teljes keringés idejét. Én ilyennel még nem találkoztam. Ezért nem ezt kell megmérni. A sebességét kéne megmérni. Azt viszont meg lehet mérni Doppler effektussal. Akármilyen messze van, hogyha ismerem, hogy milyen sugárzás bocsát ki, hogy hozzám képest valamilyen sebességgel mozog, azt meg tudom mérni. Na, de a Doppler effektussal csak a sebességnek a felén mutató komponensét tudom megmérni. Ha így megy oldalt egy csillag, azt nem érzékelem a Dopplerrel. Hát akkor tessék elképzelni, hogy itt ez a galaxis, vidáman mennek körbe a csillagok, és én hiába mérem Dopplerrel, nem érzékelem, hogy mekkora a sebesége. Itt viszont itt az a másik, egy lapos, ugye az is egy galaxis, csak egy lapos tányér, és akkor így keringenek. Ezen az oldalon felém jön, meg tudom mérni, itt oldalt meg nem, itt távolodik tőlem, megint meg tudom mérni, viszont mit nem látok rendesen, hogy milyen messze van a centrumtól. Hát pech. Ezért mit kell csinálni? Keressünk egy réhen álló galaxist. Ez itt a mindenki által ismert Androméda köd. Akkor ebben a keringő csillagoknak van radiális felémutató sebességkomponense is, amit meg tudok mérni. És hogyha eléggé ismerem az ellipszis geometriáját, tegnap előtt megkérdeztem az most felvett elsős fizikusoktól, hogy milyen az ellipszis geometriája. Hát többen a fókuszt azt ide a csúcspontba képzelték meg egyebek, szóval ehhez még tanulni kell. De és a lényeg az, hogyha ismerik az ellipszist, akkor ki lehet ebből okoskodni ezt. Hát pontosan ez történt 1970-ben, hogy egy csillagász hölgy, mindjárt mutatom a képét, az Andromeda galaxison végzett el ilyen méréseket. Ez persze mi kell? Kellett egy új technika. Figyelmébe ajánlom az egyetemi döntéshozóknak, hogy az előrehaladáshoz nem csak zseniális emberek kellenek, akiket mi kiképzünk, hanem némi pénz is. Ott például volt egy jó műszerekhez értő ember, aki kifejlesztett egy új spektroszkópot, amivel 10-szer gyorsabban lehetett a csillagoknak a spektrumát fölvenni, mint korábban. És ezért, mindjárt mutatom a képet,
Ja, majd mindjárt jön az is. Pillanat, a hölgy az később következik. Mit kell itt csinálni? Tehát vegyük fel ezt a diagramot, hogy megmérjük a különböző csillagoknak a távolságát és sebességét, kapunk egy ilyen görbét. Na, hogyha egy pontszerű centrum lenne, akkor ismernénk a képet, tehát hogy 1/r-es függvényt kapnánk, és vannak elméleti számolások a galaxisokra, valami ilyesmi görbét kéne kapnunk. Ezt várják. Hát mi kell? Meg kell mérni sok csillagra. Ehhez kellenek a jó műszerek. Na most akkor pillanat, kap az ember egy ilyen görbét, mennyi is az a tömeg? Nehéz leolvasni. Ezért azt a trükköt találják ilyenkor a fizikus, hogy nem a sebességet rajzolja függőlegesen, hanem eleve kiszámítja azt a V négyzetszer erret, amit már az előbb mondtam. A V négyzetszer erret fogom lerajzolni, az megint a különböző mérési adatok így a görbén megjelennek, de pontszerű centrum esetén a V négyzetszerrel az egy konstans, és akkor a különböző adatok így egyenesen jelennének. Hát a galaxisokra is ezt kiszámolták, kaptak valamilyen görbét. Na, ez viszont nagyon tanulságos, tessék elképzelni, miért. Ugye az a V négyzetszer R az arányos, az addig a sugárig azon belül levő tömeggel. De a galaxis egyszer csak véget ér. Akkor onnantól hiába megyek tovább, akkor már nem nő tovább a tömeg. Tehát itt lényegében függőlegesen az adott sugáron belüli tömeg van. Idáig, mondjuk eddig a nagy R-ig, itt a galaxis széle, aki olvasta az alapítványt, tudja, hogy ott kering a Terminus bolygó a galaxis legszélén. Tehát mindesetre addig tart a galaxis, és addig nő az össztömeg, és innen nem dő tovább, tehát ez itt egészen a teljes galaxisnak a tömeg. Azt várja az ember, hogy egy ilyen görbét kap, hogyha a galaxisokra megméri a sebességet meg a sugárt. Na hát, nézzük meg, hogy mi történt. 70-es évek elején Vera Rubin, csillagász hölgy, most is él szerencsére, most már kicsit öregebb képek vannak róla a forgalomban, ezért az ember a fiatalkori kutatóképét tesz ki ilyenkor. Tehát ő volt az, aki 1969-70 környékén egy új spektroszkóppal több száz csillagnak megmérte az Andromédában a mozgását, és itt az Androméda is, és a valódi görbe marhára eltért attól, amit vártak. Ugye az előbb lerajzoltam, hogy hogy kéne kinézni. Részben a sebesség görbének, részben pedig a V négyzetszer R-nek. Hát itt a A görbe jelzi azt, amit az elméleti várakozások mutattak a sebességre, és ehelyett a piros mutatja a méréseket, tehát a csillagoknak a sebessége lényegében állandó volt, pedig kifele csökkenni kell. Még durvább a dolog, hogyha ebben a diagramban ábrázoljuk, tehát hogy mennyi tömeg van az adott sugáron belül. Ezt várjuk, és ehelyett ezt kapták. Valahogy a galaxis anyaga nem akart véget érni a Terminus bolygónál, ment tovább kifelé. Na most akkor jönnek technikai kérdések. Hogy a fenébe lehet megnézni a csillagok keringését, amikor már vége a galaxisnak, és ott nincsenek csillagok? Hát egyrészt azért néhány kósza csillag még mindig van ott, tehát azt meg lehet méricskélni. Másrészt a galaxisoknak is vannak holdjai. Pontosabban kísérő galaxisok, amik egy kicsit kijebb keringenek körülött, és azokra is érvényesek a gravitációs törvények, tehát azoknak a mozgását is meg lehet nézni, és abból is ki lehet következtetni a dolgot. Másrészt, ha észreveszünk, ez a görbe, ez már a galaxis belsejében is eléggé eltér attól, amit vártak, mert már beljebb is különbség van. Tehát, hogyha nincs túlságosan sok külső objektum, akkor is lehet látni, hogy nem stimmel az elmélet. És kiszámolták, hogy mennyi anyag hiányzik. Olyan, mintha plusz anyag lenne ott, ugye? Megy tovább a görbe, a G-szerem az nem akar véget érni a látható anyag által megadott értékeknél, és nagyon durva dolog, mert 10-szer annyi. Tehát a galaxis anyagának 9/10 az olyan, amit nem láttuk. Ez a láthatatlan anyag, a sötét anyag. Vagy, hát mi lehet még az alternatíva, az, hogy nem igaz Newton gravitációs törvénye. Persze, hogy nem igaz, Einstein már fölülírta, de ebben a közelítésben igaznak kéne lenni. Csináltak olyan elméleteket, hogy galaktikus méretekben valami másfajta törvényeket kell bevezetni a Newton helyett, de hát ezt azért nagyon meg kéne alapozni. Mindesetre sokáig vitatkoztak rajta, tehát ez azért nem a legjobb alternatíva. El kell fogadni, hogy a galaxisban a látható anyagon kívül van sötét anyag. Persze ott vannak a bolygók, meg Csubakka, meg egyéb, de hogy 10-szer annyi, mint amennyit látunk, azért az durva. Egy ideig az volt az elképzelés, hogy például elkószált bolygók. Most tessék elképzelni, hogy minden csillag elveszít néhány bolygót, vagy port, meg egyebek, de összesen annyit, mint amennyi csillag van. Ez megint nagyon durva. Ezt nem nehéz csillagászatilag elképzelni. Szóval ez nagyon furcsa volt ez a dolog. Tehát ez igazából nem is maradékanyag, hanem ő a döntő. Hát, ha az ember
hogy mondjam, becsületesen áll hozzá a dologhoz, akkor azt kell mondani, hogy a galaxis az lényegében sötét anyagból áll, és mint habatortán ott van rajta egy kis világító anyag, csillagok, mint a fodrózódás. Tehát úgy lehet elképzelni, hogy ezt a galaxist körbeveszi valahogy egy ilyen nagy, benne úszik, csak úgy nem tudtam rárajzolni, egy ilyen nagy szürke vagy láthatatlan folt, az a sötét anyag, és hát a galaxis az ott van úgy valahogy benne. Igazából a sötét anyag tömörödik össze, és hát akkor az arra járó látható anyag úgy beleesett ebbe a gödörbe. Nagyon megváltoztatja ez a csillagászatról alkotott képet, hogy mondjam, igazából sötét anyagászatnak kéne hívni, mert a csillagok ilyen másodrendű szerepet játszanak. Furcsa, és nagyon nehezen akarták ezt elfogadni hozzáértők. Később aztán más galaxisokra is elvégeztek ilyen méréseket, és hasonlókat kaptak, és hát például egészen másképp kell kidolgozni egy galaxis képződési elméletet, hogyha csak annak a néhány kis csillagnak a összetömörödését akarnánk leírni, vagy hogy ebben nagy sötét felhőbe kerül bele valahogy ez a látható anyag. És az az érdekesség, hogy ennél korábban egyszer már szóba került a sötét anyag, csak senki sem hitte el. Ez a 70-es évek elején volt. 1934-ben már publikáltak hasonló eredményeket. A galaxisoknál még nagyobb struktúra, a galaxis halmaz. Az 10-től 1000-ig galaxisokból áll, ez az egyik legszebb kép, ahol sok galaxis valahogy láthatóan összetartoznak. Ez nem véletlen kép, hogy így egymásra vetülnek, ezek úgy együtt mozognak, egymás közelébe vannak. És ezt is a gravitáció tartja össze. Na most itt is lehet számolgatni, van egy olyan számolás, hogyha megnézzük, hogy az összes mozgási energiájuk mennyi, és mennyi az összes gravitációs kötési energia vagy vonzási energia, mind a kettőre van képlet, lehet belőle vizsgázni, de hát fölírja az ember, hogy ha nagyobb a mozgási energiája, mint a gravitációs kötési energia, akkor a rendszer szétesik, akkor elszaladnak a végtelenben, mert még végtelen messze mennek egymást, még mindig marad neki mozgási energiájuk. Hát a képet az úgy néz ki, hogy az összes benne levő galaxissal kell venni a tömeget, a sebességüket, kiszámítani a mozgási energiát, és ez itt pedig egyik galaxis, másik galaxis a köztük levő távolság, és ezt minden galaxis párra meg kell csinálni. Elég sokáig tart, amíg 1000 galaxis az ember ezt kiszámolja, főleg amikor még nem számítógéppel, hanem kézzel csinálták, vagy titkárnővel. Na mindesetre ezt össze lehet adni, és akkor, hogyha ez nagyobb, akkor ennek a rendszernek szét kell esnie. Analógiája ennek a feldobott kő. Földobom, van neki mozgási energiája, meg potenciális energiája, ha mozgási energiája nagyobb, akkor elhagyja a Földet, elmehet a végterembe. Ez a szökési sebesség, a kritikus sebesség. Ha annál lassabb a dobom fel, akkor győzni fog a visszahúzó erő, nem volt elég neki az energiájához, hogy elmenjen a végterembe. Hát itt is arról van szó, hogy a túl nagy a mozgási energiája, az a rendszer szétszalad. És kiderült, hogyha megmérlegették sok ilyen galaxis halmazra, mindig igaz ez a nagyobb jel, kacsacsőr mindig abban az irányban mutat, a minden ilyen rendszer igaz. Itt egy másik galaxis halmaz, amire szintén így van. 1934-ben Fritz Zwicky volt, aki csillagász, aki az egyik nagy galaxis halmazba, hogy akkoriban jöttek rá, hogy a galaxisok ilyen halmazokba tömörülnek, arra elvégezte ezeket a méréseket és számolásokat, és azt kapta, hogy ez az egyenlőtlenség teljesül. Tehát a rendszerek szét kéne esnie. De nem esett szét. Láthatóan egyben van. Hát akkor mi okozhatja ezt? Az egyik lehetőség az, hogy most keletkezett. Ott most kelt ki a tojás, mert a kis csirkék még mindig egymás közelében vannak, aztán majd később szétszaladnak. Na de megnézték, hogy például vannak benne nagyon öreg csillagok azokban a galaxisokban, ezek már elég régi objektumok, nem most keltek ki a tojásból, és hát még mindig együtt vannak. A másik lehetőség az, hogy van ott még más anyag. Megint csak ez volt, hogy nem megint, hanem először ekkor merült fel az ötlet, hogy a látható anyagon kívül, amit a galaxisokban látunk, azon kívül még van valami. És ez a sötét anyag. Ez a sötét anyag, hogy itt is megint el lehetett végezni a számolásokat, százszorosan haladja meg a látható anyagnak a mennyiségét. Hát ez még durvább. Tehát megint úgy lehet elképzelni, hogy az a galaxis halmaz, amit mutattam, arra is oda lehetne rajzolni ezt a nagy szürke pacát, és akkor azok a galaxisok a láthatatlan anyagnak, ennek a sötét anyagnak a kalácsában, mint a elszúrt mazsolák vannak, és az a kalács tartja őket össze, annak a gravitációs hatása tartja egybe a rendszert. Ők ott mocorognának, és maguktól elszaladnának, hogyha az a sok-sok egyéb anyag nem tartaná őt. Ez olyan nagyságrendű tévedés, mint hogyha valami idegen lény megvizsgálná a naprendszert, és csak a bolygókat nézni. És azt nézni, hogy milyen érdekes, hogy keringenek egymásra, és nem venni észre, hogy középen van valami nagy vonzócentrum, ami összetartja őket. Eddig nem vettük észre, hogy itt van százszor annyi anyag, mint amennyit látunk. Tehát ez volt az a bizonyos sötét anyag.
Na, akkor most az a kérdés, hogy ezekkel, amiket én elmeséltem, most felfedezték a csillagászok a sötét anyagot? Hát, ugye felfedezést bejelentjük, elnevezünk magunkról, stb. Szóval ilyesmik szoktak történni. Hát cikkinek nem hitt senki. Amikor én az egyetemre jártam, és jártam csillagászatra, emlegették ezt, hogy voltak ilyen furcsa érdekes mérések. Á, hülyeség az egész. Hát, úgy se lehet komolyan venni, biztos valami más magyarázat van. Szóval ez volt általános hozzáállás, hát ez nonsens. Rubinnak akkor már pontosabb műszerei voltak, és neki jobban elhitték, és ő ráadásul nem is százas szorzót mondott, csak tizet. Tehát a galaxis halmaznál százszor annyi anyag hiányzik, mint amennyit látunk, a galaxison belül meg tízszer annyi. És mostanában már gyakorlatilag minden csillagász elfogadja, kivéve azokat, akik ugye extra Newton ellenes elméleteket szeretnének kidolgozni. De a végső érv az máshonnan érkezett, a kozmológia irányából. Voltak itt kozmológiai előadások is, tehát ebben nem akarok most részletesen belemenni, de volt lényegében 1990-től 2010-ig egy nagy forradalom a kozmológiában, ahol ilyen ködös spekulációkból átváltozott precíziós természettudományba. Csabai Pisti beszélt erről részletesen, részt vett ezekbe a kutatásokba, amelyek százalék pontosságú tudománnyá tették a kozmológiát. És ennek a nagy méréssorozatnak egyik mellékeredményeként kijött az, hogy az univerzumban, tehát nem csak galaxisokon belül, nem csak galaxis halmazban, hanem az egész univerzumban jelen van a sötét anyag, mégpedig igen nagy százalékban. Jó, itt van Csabai Pistinek az előadása, ezt is meg lehet találni, és én is beszéltem korábban az univerzum anyagairól, és ott is az volt a végén a struszpoly, hogy amiről beszéltünk, az egy ilyen pici töredékét alkotja annak, ami igazából van. Ezt a nagy nevezetes tortadiagramot szokták emlegetni. Az univerzum 74%-a az úgynevezett sötét energia, ez a lehető legrosszabb elnevezés, mert mindenki félreérti. Ez a bizonyos sötét anyag, amiről itt beszéltünk, ez ilyen 22-24 a különböző mérések, ilyen 1-2%-at. És 4% az, amit úgy közönséges anyagnak nevezünk. Itt mutatja a diagram, hogy abból is annak a 4%-nak, annak a 90%-a az a galaxis közi gáz, és annak is csak az 1/10 van csillagok, meg bolygók, meg űrhajók, meg fizikusok formájában. Tehát az univerzum anyagának összetétele 74% sötét energia, ez a sötét, 4% a közönséges anyag. Sötét energiáról majd később lesz szó. Menjünk tovább a sötét anyag irányába. Megjön az a kérdés, hogy jó, most felfedezték? Látta valaki ezt? Megint egyszer már kérdeztem, hogy látott-e már valaki elektront? De mutatok valami mást. Látta-e már valaki a galaxis középpontjában levő szupernehéz fekete lyukat? Hát a fekete lyukból nem jön ki fény, ezért nem lehet látni. És mégis felfedezték, ugye ez itt a galaxis központjának egy csillagászat fényképe, itt mindenféle infravörös fényekben lehet látni, és ott a galaxis középpontja. És a körülötte levő csillagoknak a mozgását megfigyelték, és aztán számítógépen rekonstruálták, erről mozgófilmek is láthatók a neten. Tehát itt keringenek itt a nagy semmi körül. Az, ami ott világít, az nem a központ, az kicsit mellette van, tehát ki lehet számítani, hogy hol van az a bizonyos központ. És pontosan úgy, ahogy az előbb beszéltünk róla, a Kepler törvényei alapján, ezeknek a csillagoknak a keringési sebességéből és a pályájából ki lehet számítani, hogy mi az ott és mekkora tömegű, ami ott vonza őket. Nem tudjuk, hogy nem látjuk, fekete lyuk nem világít, sok millió nap tömegnyi fekete lyuk, de ezt se láttuk, mégis felfedeztük. Ugyanolyan jól ismerjük, mint mondjuk az elektronokat, akiket szintén nem láttuk. Mert ennek csak a gravitációs hatása észlelhető. Na de hát a sötét anyagnak is csak a gravitációs hatása észlelhető. Éppen úgy felfedeztük, az a nagy különbség, hogy itt egy központi centrumobjektumot kerestünk a galaxisban, ez meg egy elkent anyag, de attól még ugyanúgy a gravitációs hatása alapján fel lehet fedezni. Más kérdés, hogy keveset tudunk róla. Hát majd tudunk később többet. És lefényképezték. Ez a legizgalmasabb, hogy ezt a láthatatlan sötét anyagot lefényképeztük. Aki az előző előadásomon volt, a most következő képeket már láttam, mert ezt ott is megmutatta. Ugye az alapeffektus az, hogy az Einstein általános relativitás elmélet alapján a fényt a gravitáció eltéríti. Tehát egy nagy tömegű test mellett a fénysugár kanyarba halad, és akkor az ember arra néz, ahonnan látta a fényt bejönni, akkor azt hiszi, hogy itt van a csillag, pedig ott volt a csillag. Ezt Einstein megjósolta, és Eddington megismerte 1919-ben. Itt van a fénykép, hogy egymásra tették azokat a fényképeket, amikor bizonyos csillagok a fotolebezen nyomot hagytak, amikor nem volt ott mellette a nap,
és amikor ott volt a nap, akkor kicsit elmozdultak. Persze, ha ott van a nap, akkor nehéz mérni őket, de hál' Istennek a természet gondoskodott egy megfelelő ernyőről, időnként a hold elé megy a napnak, csak a nap melletti csillagokat is le lehet fényképezni, és ezért el kellett utazni Dél-Amerikába. Egy korábbi német expedíciós megpróbálkozott, ők elmentek a Krím-félszigetre, de közben kitört az első világháború, és a műszereikkel kémeknek nézték őket, és internálták, tehát ők nem tudták ezt megmérni, ezért Eddingtonnak maradt a dicsőség 5 évvel később, hogy a 19-es napfogyatkozást nem mérje meg. Minden esetre, itt láthatóan Einstein és Eddington nagyon megelégedtek a dologgal. Hát itt van néhány kép erre a gravitációs lencsehatásról. Egy távoli objektumot, annak a fényét úgy tudja eltéríteni a gravitáció, hogy ilyen gyűrű formába kering. Erről, ha jöttök fizikusnak, akkor itt majd optika órán ugyanebben a teremben lehet majd erről ZH-t is írni. Van olyan objektum, amiről többszörös kép van, itt közben van egy eltérítő valami, és a mögülre jövő galaxisnak a képe ötszörösen látszik. Különböző ilyen effektusok van a kétszeres, többszörös képek, látszik, hogy itt ívekké hajlik a távoli galaxisoknak a képe. Ezek az ívek közönséges, tisztességes galaxisok, csak ez az optikai hatás, mint hogyha egy torz lencsén átnéznénk, ez így eltorzítja a képet. Itt is látszik egy ilyen eléggé nagyjá vált ív. Na most az az izgalmas, hogy ugye a gravitációs hatás a tömegre érzékeny, és nem arra, hogy mi kelti, mert a gravitáció univerzális. Tehát a sötét anyag éppen úgy el tudja téríteni a fényt, mint a közönséges galaxisok. Tehát ezzel a sötét anyagnak a tulajdonságait, az eloszlását is föl lehet térképezni. És íme itt van az első fénykép a sötét anyagról. A piros az a közönséges anyag, tehát gázfelhők és csillagok, a kék pedig a sötét anyagot jelenti. A színezés az mesterséges, tehát a kép számítógéppel készült az adatok alapján, és mesterségesen színezték, úgy, mint például a Hubble-nek a fényképeit is át szokták színezni, hogy jobban látszódjon, de mindesetre ez egy valódi eloszlásról készült fénykép. Ez egy másik hasonló. Mit akar ez jelenteni? Hát itt például ugye ezt a sötét anyag eloszlását, ahogy az előbb mutattam, a háttérgalaxisok eltérített fény alapján rekonstruáljuk, ez két galaxis ütközését jelenti. Jobbról jön az egyik galaxis, balról jön a másik galaxis. Amikor a csillagok elég ritkán vannak, tehát ha csak csillagokból állna a galaxis, az úgy áthatóan egymáson. Láttak olyasmit, hogy katonazenekarok szoktak így egymáson keresztbe átgyalogolni, hogy ne ütközzenek össze. A csillagok ezt tennék, de a köztük levő gáz az ütközik és összekeveredik, és emiatt az egész galaxist eltorzítja. Tehát láthatóan a két piros felhő megtorpant, a világító anyag megtorpant, és éppen most elkezdik lejátszani az ütközésnek a filmjét, míg a sötét anyag tovább halad. Sötét anyag nem hat közvetlenül kölcsön, csak gravitációsan a közönséges anyaggal. Az fütyül arra, hogy ez most itt a gázok egymásnak akadtak, és sugároznak, meg nyomás van, meg minden. A sötét anyag megy tovább. Olyasmi, mint amikor az ember megrázza a tojást, és akkor a sárgája meg a fehérje egy kicsit más dinamikával kezd mozogni. Hát így szétlöttyent az amúgy a közönséges esetben közös tömegközéppontú sötét anyag, meg a világító anyag. A másik képen pedig egy galaxis halmaz látható, itt vannak a mindenféle galaxisok, és a kék az a sötét anyag. Ugye erről beszélt Zwicky, ha ő ezt megérhette volna, ezt a fényképet. Ott van lefényképezve az a százszoros anyag, az a sötét anyag, amely egybetartja a galaxis halmazt. Fölmerül az a kérdés, hogy vajon ez tekinthetően fényképnek, hiszen mondom, a kéket azt a számítógép rajzolta rá, az nem fénykép. És akkor egyesek mondják, hogy hát ezzel nem lehetne fotópályázaton indulni. De mi a csoda az a fénykép? Az anyaggal kölcsönható sugárzás eltérülés alapján technikai eszközökkel készült ábra, amit vizuálisan észlelhetünk és értékelhetjük. Hát ez ugyanígy készült, technikai eszközök, hát számítógép is technikai eszköz. Éppen úgy fénykép, mint mondjuk egy röntgenfelvétel, elektronmikroszkópos kép, vagy egy CT, vagy egy panorámafotó, azt se fényképezted így egybe, hanem a gép rakta össze. De attól mindenki fényképnek tekinti, vagy a DRS-ről készült diffraktogram, vagy például amikor a kvarkokat felfedezték úgy, hogy neutrinokat és elektronokat szóradtak a protonok belsejébe, és utána lerajzolták, hogy ott vannak a kvarkok. Az is egy ilyen módon készült fénykép. Tehát ez is ugyanúgy fénykép, csak fejlődött a technika. Hát itt van még néhány kép, a
Most ugye ennek alapján, ilyen fényképek alapján, meg dinamikai modellek alapján megpróbálják számítógéppel sötét anyag eloszlását rekonstruálni, ilyen szálszerkezet jön ki belőle. Ez pedig a Sloan Digital Sky Survey-nek, amiről Csabai Pisti beszélt, ennek a valódi térképe a galaxisok elosztásról, a szálszerű szerkezet az hasonlít. Tehát ha ezt tényleg sikerül rendesen kifejleszteni, valószínűleg a sötét anyagnak ez a szálasodása fogja megmagyarázni azt, hogy a látható világító anyag miért rendeződik ilyen szálszerkezetbe. Igazából a sötét anyag dinamikáját kell megértenünk, és akkor a látható anyag az csak a neon reklám, ami kigyullad rajta, és mutatja, hogy errefele van az anyag. Ez is egy ilyen szimuláció, hogy hogy néz ki a sötét anyag, és itt is különböző szimulációk vannak, és összehasonlítva egy valódi anyagelosztásra, hát nehéz megkülönböztetni. Fordítva mondtam volna, hogy ez a valódi és ez a szimuláció, azt is elhitte volna mindenki. No hát akkor most már tényleg fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon mi a csoda alkotja ezt a sötét anyagot. Jó, anyag, rendben van, gravitál, de mi ez? Hát van két alapvető jelölt, hogy mi ez. Csodálatos angol betűszóval vannak elnevezés, és van még néhány más, aki fut. Az egyik a, nem macsó, hanem mahónak kéne ejteni. A másik pedig a WIMP. A WIMP-et megpróbálta egy fordító gentnek magyarítani, de nem vált be. A mahó az Massive Compact Halo Object. Tehát a halo az a galaxist körülvevő, lazábban gravitációsan kötött objektumokat jelenti. Tehát, hogy itt van még azon kívül, amit látunk, gömbhalmazok meg egyebek, ezen kívül még ott még elbújkat egy csomó nehéz anyag. Ezt a galaxis csillagászok mondták, hogy ilyen, ott lehet egy csomó anyag. A másik pedig a weakly interactive massive particle, gyengén kölcsönható, de nehéz részecskék. A massive az mindig ilyenkor azt jelenti, hogy nehéz. Ez a massive, meg ez a massive, ez sok nagyságrend különbség, mert ez a részecskékhez képest nehéz, az pedig a csillagokhoz képest nehéz objektumot akar jelenteni. Tehát ezek valahol közönséges anyagból vannak, de nem világítanak. Például egy bolygó. Vagy kialudt csillagok, gázfelhők, porfelhők, vagy még csillagokká nem fejlődött anyag. Az egészre van egy felső korlát. Nem lehet túlságosan sok atomos anyag az univerzumban azon kívül, amit látunk, mert akkor a kozmológiának nem stimmelnének a forgatókönyvei. Kozmológiában részletesen utána számoltak, hogy mi történt a nagy bum utáni néhány percben, és abból ki lehet számítani, akkor, amikor még elég meleg volt az anyag, hogy olyan meleg legyen, mint most a nap belsejében, akkor atommagreakciók zajlottak le, és a protonok egy része héliummal egyesült. Ez nagyon érzékeny folyamat, hogyha egy kicsit más forgatókönyvvel játsszuk le az ősrobbanásnak a filmjét, akkor nagyon más százalékok jönnek ki. A mérések szerint 25% ment át hélium állapotban, hidrogénből, és a többi maradt hidrogén, és akkor plusz még van 1%, amit azóta a csillagok meg egyebek gyártottak nehezebb anyagot, ezzel foglalkoznak a kémikusok. A csillagászok amúgy ezt minden fémnek hívnak, ami nem hidrogén meg hélium, tehát akkor a kémikusok lényben a fémekkel foglalkoznak, plusz a hidrogén. Na most minden esetre ez a barion tartalom, tehát barion az ugye a nehéz részecskéket, a protont, neutront, meg a rokonaikat jelenti, tehát azt mondjuk, hogy barion tartalom, azt jelenti, hogy mennyi atomos anyag van az univerzumban. Ha azt mondanánk, hogy ez a 10 vagy 100 vagy nem tudom hányszor több anyag, mint amit látunk, az mind atomos lenne, akkor nem stimmelne a kozmológia, az pedig stimmel. Tehát ez a sötét anyag nem lehet mind atomos. Jó, lehet benne néhány fekete lyuk, meg elkobolt bolygó, minden, de a zömét nem alkothatja. Akkor vannak ezek a bizonyos csendes pályázók. Primordiális feketék, nagyon jól hangzik. Primordiális az azt jelenti, hogy özönvíz előtti. Ugye a csillagokból létrejönnek fekete lyukak, de hát a csillagok azok atomos anyagból álltak. Szóval azok a fekete lyukak, amik csillagokból jöttek létre, azok beszámítanak ebbe az arányba. Ha még azelőtt létrejöttek az univerzum kezdetén fekete lyukak, még az atomok létrejötte előtt, amikor még kémikusok sem voltak. Tehát akkor létrejöttek fekete lyukak, akkor azok esetleg még most megvannak, és azok beleszámítanak. Aztán lehet, hogy a gravitációs hullám, olyan marhasabb gravitációs hullám, vagy az ő energiájuk, tömegük hozzájárult az univerzumnak a gravitációs erejéhez. Téridő diszlokációk, ez még szebben hangzik. Ugye? Szóval ezek mind olyan ezoterikus elképzelések, amiket nem lehet kizárni, senki nem tartja túlságosan valószínűleg, hogy a sötét anyag nagy részét ez alkossa, de előfordulhat. Ilyenkor általában a kompromisszum szokott születni, hogy hát jó, ebből is van,
te is foglalkozhatsz még vele, kapsz rá egy kis ösztöndíjat vagy kutaskast, de nem fogjuk megmagyarázni a döntő effektust, mert nagy valószínűséggel ezek a gyengén kölcsönható részecskék. Tehát valamiféle elemi részecskék alkotják, ugye nem barionos, tehát nem atomos anyag, tehát nem protonokból, neutronok meg ehhez hasonlók el. A barionos anyag arról ismerszik meg, hogy az részhez az erős kölcsönhatásba, tehát a magerőkre. Tehát erre nem hat az erős kölcsönhatás. Mivel, hogy nem világít, ez se világít már, de ezért nem világít, ezért az elektromágneses kölcsönhatásban sem vesz részt. Mi maradt? Marad a gyenge kölcsönhatás, azért mondani, hogy a gyenge kölcsönhatásban vesz részt, és természetesen, mint minden, a gravitációs kölcsönhatásban. És akkor most lehet megemlíteni, ha esetleg van még egy ötödik kölcsönhatás, akkor bizonyára abban is részt vesz, arról semmit nem tudunk, tehát akár ezt is feltételezhetjük, az ötödik erő is hathat rá. Na és akkor megkérdezzük a részecske fizikusokat, ha végignézzük az Atomcsi weblapját, rengeteg részecske fizikai előadást lehet találni, sokan dolgoznak itt közülünk a CERN-ben, meg egyebekben, hogy hát már mindent felfedeztetek, vagy vannak-e még felfedezetlen elemi részecskék? Azt mondják, hogy hajaj. Hát pedig, ha az ember elolvassa, ugye én is idéztem, amikor a Higgs részecskéről beszéltem, hogy a részecskefizikai standardmodell megkoronázása, beteljesítése volt az, hogy felfedezték 2012-ben Higgs részecskét. Minden megvan. Mivel foglalkoznak a részecskefizikusok most, ha minden megvan? Egy hónap múlva, tehát mához 4 hétre, erről fog szólni Pásztor Gabinak az előadása, akik pontosan a CERN-ben dolgozott az NHC-nél, most itt van és el fogja mondani, hogy mivel foglalkoznak most a részecskefizikusok túl a standard modellen. Azért valamit hadd mondjak erről, ugye folyik a kölcsönhatások egyesítései már elég régóta. Ma úgy gondoljuk, hogy szokták felsorolni, 4 alapvető kölcsönhatás van, aztán azért mondják mindig, hogy 5. erő, de hát hogy az ember hozzászámítja, mert a szerelmi vonzóerőket, meg egyebeket, szóval van még néhány, de az alapvető fizikai kölcsönhatások ezek. Maxwell 1864-ben egyesítette az elektromos és a mágneses kölcsönhatást, egységes egyenletekkel leírva, bónuszként meg megkapta az optikát, hogy itt ebben a teremben lehessen tanítani. A későbbi fejlemény az volt, hogy a 60-as, 70-es években végzett kutatómunka eredményeket, 1973-ban sikerült egységes matematikai elmébe fogalni a gyenge kölcsönhatást, ami a bétabomlás, meg egyéb ilyen rádióaktív folyamatokat ír le, és az elektromágneses. Maxwell egyenletei annyira zseniálisak, hogy azokon csak egy kicsit kellett általánosítani, hogy már le tudják írni a gyenge kölcsönhatást. És persze ez kellett még néhány zseni, aki 20-30 évig dolgozott rajta. Tehát ez 73 volt ez a nagy fordulat, és ugyanakkor megcsinálták az erős kölcsönhatásnak az elmét, hogy ugyanarra a matematikai sémára. Mivel, hogy ugyanarra a sémára van, ezért remény van arra, neki reméli, hogy ezteket majd lehet egyesíteni, és ezt hívják nagy egyesített Grand Unificationnak. A dátumot odaírtam mellé ilyen 3 kérdőjellel. Ma is vannak ilyen nagy konferenciák, meg könyvek, hogy nagy egyesített elméletek. Ez azt jelenti, hogy nincs meg a nagy egyesített elmélet. Több vetétás van, de még egyik se jött be teljesen. Kísérleti jóslataikat nem sikerült még előrészt. És persze még ott van a gravitáció, ami nincs hozzákapcsolva. Hát majd, ha azt is egyesítik, az lesz majd a minden elmélete, theory of everything, ami aztán minden benne van. Hát a kutatás frontja jelenleg itt húzódik, tehát eddig jutottunk el, és hát mindenki igyekeztem úgy rajzolni, hogy a Guthoz már elég közel legyen, biztassuk a részecske fizikusokat, a tojás az még elég messzire van. És ugye ezt az ábrát szokták lerajzolni a standard modellről, itt ebbe a kis puzzle-be, ami még kisebb puzzle-ből áll, berajzolták a jelenleg ismert részecskéket, és látszik, hogy ez egy még nagyobb rejtfénybe beilleszthető puzzle darab. Ez egy kész, komplet építőkészlet ahhoz, hogy a még nagyobb fizikai egyesítést, kvantumgravitációt meg hasonlót majd végrehajtsák. Mi a csoda is az a sötét anyag? A sötét anyag, ez a periódusos rendszer. Itt a szomszéd teremben lóg a periódusos rendszer. A vegyészek, mennyire jó, amikor sorba rakta valamilyen csak általa kigondolt alapon annak idején a elemeket. Ugye azért mondom, hogy általa kigondolt, mert ahol nem tetszett neki az atomsúlysorrend, ott megcserélte. Mert kémiailag úgy lett jó, és voltak benne lukak. És akkor megjósolta az ottani elemeknek a létezését és a tulajdonságait, egészen jól eltalálta olvadáspontját, meg egyebeket. Ez azt jelenti, hogy ez nem önkényes rendszer, hanem van benne a szisztéma. Amikor én az egyetemen tanultam az elemi részecskéket, akkor ABC-ben tanították, hogy felfedezés sorrendjében nem volt benne szisztéma. Ezek most már rendben vannak rakva. Hát mik vannak? Ugye vannak mindenféle kvarkok, U meg D, ebből áll a proton meg a neutron. Van a neutrino és az elektron, ezek
Tulajdonképpen, ha csak ennyi lenne, abból már meg lehetne építeni a világot, de a természet valamilyen okból ezt megismételte. Még van két kvark is, azokhoz két ilyen mindent, könnyű részecske lepton, és akkor még van egy harmadik generáció, de negyedik nincs. Ezek a kockák pedig, ezek a kölcsönhatásokat közvetítő részecskék. A gamma az a foton, G az a gluon, ami a ragacsot jelenti, az ragasztja össze protonokkal, neutronokkal és egyebek ki a kvarkokat. A Z meg a W, azok pedig a gyenge kölcsönhatás közvetítő részecskei. Itt van mindenek fölött a Higgs részecske, ami ugye, az egészet megkoronázza. Erről a elemi részecskek fizikai standard modellő is volt, itt több előadás, meg lehet ezeket keresni itt a neten. Részben a kísérleti technikáról szóltak az előadások, részben pedig ennek az elméletéről. Érdekes meggondolni, hogy hogy telt be ez a táblázat. Ahogy Mendelejev és lukakat hagyott a táblázatban, menjünk most sorba, hogy fedezték fel ezeket az elemi részecskék. Itt a táblázat, hát először a fotont fedezték fel, vagy akkor jött rá Einstein 1905-ben, hogy van foton. Az elektront már ismerték, de hogy ez is egy ilyen elemi részecske, ezt oda lehet tenni, lehetett volna fordítva is mondani, hogy melyik ez. Az U meg a D-t, a kvarkokat nem ismerték, de a protonra 1911-ben jött rá a proton létezésére Rutherford. Aztán már a 30-as években fedezték fel a műont, aztán később a neutrinót az 50-es években. Szintén az 50-es években jöttek rá, hogy vannak olyan elemi részecskék, amikről most úgy mondjuk, hogy S-kvark van benne. És később felfedezték szintén az 50-es, 60-as években, hogy van ez a másik neutrinó. Itt tartott a rendszer akkor, amikor összeállították a standard modellt. Több volt benne a luk, mint a betöltött hely. Ez egy szuper Mendelejev táblázat, tehát a lukak alapján is meg lehetett csinálni. Mögötte egy nagyon mély és tisztességes matematikai elmélet van. Aztán utána sorba felfedezték, én láttam azt az izgalmat még egyetemistaként, amikor felfedezték a C-kvarkot, mindenki rettentően lelkes volt, akkor még nem interneten, hanem telexen jöttek a diagramok, volt egy ilyen hosszú telex, és merőlegesen rá kellett ragasztani a másikat, mert a görbén volt egy ekkora csúcs, hogy hosszában keresztben nem fért rá. Tehát ez volt a C-kvark 76-ban, aztán felfedezték a tau neutrinót, vagy tau részecskét, ennek pont Budapesten volt egy részecske fizikai kongresszus, amikor ezt bejelentették. Akkor már a modell alapján megjósolták, és utána 80-ban fedezték föl Genfben a Z és a W részecskéket, aztán később a bottom kvarkot, a gluonoknak a létezésére rájöttek a gyorsítókba, a top kvarkot, és legutóbb meg a tau neutrinót, és végül 12-ben a Higgs részecskét, és akkor most kész. Megvan a standard modell összes részecskéje. Na, itt megint a kérdés, akkor mit csinálnak a továbbiakban? Standard modell nem a végső szó, tehát van mit rajta fejleszteni. Egyrészt nem magyaráz meg mindent, például nem szól a gravitációról. De nem szól arról se, hogy a neutrinoknak van tömege, pedig azt azóta kimérték, hogy van. Szóval nem, túl sok benne a szabad paraméter, 18 szabad paraméter. Az Úristen nem játszhat ilyen lazán, hát ennek valahogy jobban összerakott elméletnek lenni. És kicsit összefércelt. Persze, mert hát láttuk az előbb, hogy az erős meg a gyenge kölcsönhatás nincs még egyesítve. Na, mert egybe beteszem egy könyvbe, és azt mondom, hogy tanuld meg, az a standard modell. De azok matematikailag nincsenek egyesítve, nincs még meg a gut. Jó, tehát ezen még van mit fejleszteni, tehát tessék tovább fejleszteni. Csak hogy ez túl gömbölyű, tehát nagyon szép, kerek elmélet, nem lehet csak, hogy hozzá, tehát nem fér el, hova tegyek még hozzá egy-két részecskét. Mit kell csinálni? Hát meg kell gondolni jobban ennek a struktúráját, szimmetriák vannak benne. Sőt, az a matematikai elmélet, aminek alapján kidolgozták a standard modellt, az maga a szimmetriákon alapul. Egyrészt mindenki tudja, hogy van anyag-antianyag szimmetria. Minden részecskéhez tartozik megfelelő antirészecske, egy csomó tulajdonság egyforma, némelyik pedig előjeiben különbözik. Aztán van egy olyan szimmetria, hogy itt látszik, hogy vannak ezek a kvarkok, meg vannak a leptonok, és valahogy úgy nagyon egyformán vannak is ugyanolyanok, és ha az ember jobban megtanulja, akkor a matematikai leírásokban is nagyon sok hasonlóság van. Van a színszimmetria, az nem fért el, hogy a kvarkokból mindegyikből háromféle van. A vicces amerikai tudományos nyelve színnek nevezte, mert ugye a színhez is három adat kell, és akkor azóta keresik, hogy milyenek a különböző tudósok vitatkoznak, hogy piros-fehér-kék, vagy piros-fehér-zöld kvarkok vannak, vagy milyenek. Ugye fehér az nincs, mert az a semleges szín, és stb. Szóval amelyik országnak nincs fehér a zászlójában, az nyert. Tehát ezen vitatkoznak azóta. És akkor van még ez a újabb szimmetria, ez a generációk. Ez a három oszlop mi a csodának van ott, hasonlóan viselkednek, de errefele egyre nagyobb tömegűek. Hát szimmetriák vannak mögötte, de nem tökéletes szimmetriák, mert a tökéletesenek azok tök egyformák lennének. De ezek például nehezebbek, ezek meg még nehezebbek.
Erre mondják úgy, hogy a szimmetriák sértett szimmetriák, nem teljes szimmetriák, mert a szimmetrikus objektumok nem teljesen egyformák. Aki nézte meg már a saját fényképét, az rájött, hogy kicsit idegen a dolog. Miért? Mert a saját pofáját a tükörben szokta nézegetni, és a tükörkép nem azonos azzal, amit így készítenek fényképet, kicsit idegen. Jó, tehát az ember se teljesen tükörszimmetrikus, és hát például a szíve bal oldalon van meg egyebek, nem teljes a szimmetriát. Valahogy hasonló a részecskéknél is, de természetesen erre is van matematikai elmélet, hogy hogy kell a szimmetriát elrontani. Azt is ebbe a teremben tanítjuk. Na mindesetre a szimmetriák megsértése tette lehetővé, hogy különböző legyen a tömegük, és most mindjárt ebben kapaszkodunk bele. Ha a modell tovább akar fejleszteni, akkor mit kéne csinálni? Újabb szimmetriákat kitalálni. Hát ezen belül már mindent kihasználtuk. Hát tükrözzük még egyszer az egészet, tegyük mellé még egyszer, az már nem fért ide. Tehát tessék elkézni ezt az egészet, ide rajzolom még egyszer, mondjuk ellentétes színekkel vagy tükrözve. Mit jelent? Feltételeztem egy csomó újfajta részecskét. És ennek több különböző modellje van. Az egyik lehetőség, ami lehet szuperszimmetria, ilyen fellengzős nevekből teli van a padlás, ugye még ezt Suzynek is lehet rövidíteni, a szuperszimmetriát, tehát nagyon szeretik a fizikusok, de van egy másik, amit úgy hívnak, hogy árnyékanyag, az is vagy megkettőzi, és még egy csomó másfajta modell. Van, ami nem kettőzés, hanem sokkal bonyolultabb módon dolgozik, a nevezetes Hoore elmélet. Lényeg az, hogy minden ilyen elmélet sok-sok új részecskét jósol meg. Ezekben a részecskében az a közös, hogy egyiket se látta senki. Ezeket mind megtaláltuk már, pontosan az ezekből felépülő bonyolultabb részecskéket. Ha az elméletben egy lépést tovább akarunk menni, akkor rengeteg új részecskét jósolunk, és abból egy sincs. Miért nem láttuk őket? Hát mert az előbb megbeszéltük, a szimmetria nem tökéletes, nagyobb a tömegük, még nem értük el azt a szintet, energiaszintet a gyorsítókkal, hogy ilyeneket létre lehessen hozni. Sok új részecske, nem láttuk őket. Mit csináljunk? Hol keresünk? Építsünk nagyobb gyorsítókat. És akkor megszólal a politikusok kórusa, hogy nincs pénz, nem lehet még nagyobb gyorsítókat építeni. Van, amit lehet, most megint tervbe vettek egy még nagyobb gyorsítót, 20-25 év alatt az is fölépül, de hát amennyit itt kitalálnak a fizikusok, hogy mit kéne még megépíteni, mit kéne megmérni, hát az úgy nem fog sikerülni. Megszólal egy csendes csillagász, hogy bocsánat, én láttam az égen rengeteg felesleges anyagot, amiről nem tudom, hogy mi az. Ti éppen azt csináljátok, hogy rengeteg anyagot tételeztek fel, amiket nem találtok. Én meg találtam egy anyagot, amiről nem tudom, hogy mi az. Nem ugyanarról beszélünk? Sötét anyag problémája, egy kísérleti felesleg és egy elméleti hány sikeres találkozása. Esetleg sikertelen, mindjárt megbeszéljük. És úgy láttuk, hogy nem először van ez a fizika történetében. Kérdés az, hogy fúrják az alagutat. Hát két oldalról kezdik el fúrni. Itt először csak egy luk, aztán utána fúrják beljebb. Kérdés az, hogy találkozik-e. Itt az öregebbek még emlékeznek arra, amikor a Marx téren épült egy felüljáró, azt is két felül építették, és 20 centi diffi volt, aztán nem tudtak átmenni rajta az autók, le kellett bontani és újra felépíteni. Szóval pedig ott nem volt hegy közben, ami miatt nem látták volna, hogy merre kell menni. Szóval kérdés az, hogy tudják így meg. Tényleg találkozik ez a két kutatási irány, amiről itt beszéltem, hogy az elméletiek feltételeznek anyagot és hiányzik nekik, a kísérletiek, a csillagászok meg látnak anyagot és nem tudják, hogy mi az. Tényleg, hogy a GUT vagy a Suzy vagy van más részecske fizikai elmélet által megjósolt részecskék alkotják ezt a sötét anyagot? Nem tudjuk. De nagyon szeretnénk, mert akkor lenne egy marha jó elméletünk. Ugye minden fizikus arról álmodik, van egy egységes, szép, elméletileg egymást alátámasztó kísérletek és elmélet, alagút összeér. Ez lenne a jó. De mi lenne, ha nem ez történik, hát akkor az alagút két szája, hogy eltéveszti egymást, és akkor maradna két sikertelen projekt, még mindig maradna rengeteg ismeretlen sötét anyag az univerzumban, és lennének terméketlen elméletek, amik jósolnak részecskéket, azokat meg nem tudjuk, hogy micsodák. Na tényleg, hogy kell ezt megkérdezni? Hát meg kell vizsgálni ezeket a részecskéket. Hol lehet sötét anyagot keresni? Menjünk el oda, hol van sötét anyag. Hát hol van? Hát az univerzumban. Kín a galaxisok között, meg a galaxisokban, meg itt a Földön. Hát mi is az univerzumban vagyunk, nem? Részei vagyunk az univerzumnak, akkor itt a Földön is van sötét anyag. Akkor itt is meg lehet keresni, és sokkal olcsóbb, mint kimenni a galaxis közitérbe. Csak hogy hát ez ritka, nagyon híg ez az anyag. Galaxis méretek kellenek ahhoz, hogy jelentős legyen a hatása. Másrészt nagyon gyengén hat kölcsön.
Az a részecske fizikai tapasztalat, hogy minél nagyobb az energia, annál nagyobb valószínűséggel történnek a folyamatok. Hát azonnal megszólal az egyik kórus, hogy összpontosítsunk sok energiát, építsünk sok gyorsítót. Az előbb ezt már megbeszéltük, ezt a projektet. Quantum Murphynek az első törvénye az, hogy ami létrejött, az létre is jött. Tehát, hogyha ezek gyengén hatnak kölcsön, sokat kell ütköztetni, aztán a sok milliárd közül lesz majd csak néhány. Annak idején már a 1980-ban a Z meg a V részecskéket is úgy fedték fel, hogy sok beépítették a számítógépes programokat. Nézték, hogy miféle ütközések, hát ezek csak pionok. 40-es években még marhára örültek a részecske pionoknak, mert akkor fedezték fel. Most azokat már eldobják, az a szemét. Az minden kísérletben kvadrillió számra keletkezik, de csak azokat a kísérleteket, azokat tartja meg a számítógép, ahol valami extra dolog történik, és azt utólag kielemzik. Pistáik érnekkel foglalkoznak. Tehát sokáig várunk, és sokat keresgélünk, és elég ügyesen keresgéljük, akkor megtaláljuk a ritka eseményeket is. Tehát sokáig kell várni. Tehát építeni kell sok pénzért nagy gyorsítókat, és sokáig várni. Quantum Murphy második törvénye az, hogy ami nagy energián végbe megy, az kis energián is végbe megy, csak még kisebb valószínűséggel. A pénzünk nincs, de időnk van. Elég sokáig várunk, akkor talán nagy gyorsítók, nagy energia összpontosítása sok pénz elköltése nélkül is lehet. 2015-ben, 2016-ban ebben az irányban két érdekes dolog történt. És egyáltalán ezért van ez az előadás, mert ugye korábban is lehetett volna sötét anyagról is beszélni, meg részecskékről is, de hogy a kettőt együtt emlegették, ez lényegében ennek a kétféle projektnek is köszönhető. Az egyik az, hogy 2015 őszén a nagy gyorsítónak, a Large Hadron Collider-nek a adatai között észrevettek valami furcsaságot, ami akár egy új részecske jele is lehet. Na most ez már többször előfordult Genfben, hogy éppen amikor észrevettek valamit, akkor kellett leállítani a gyorsítót. Ugyanis ott technikai okból egyrészt téli szünet van, és emberek elmennek karácsonyozni, másrészt az alatt szerelik a berendezést. És aztán utána a tavasszal újraindítják, és most az volt itt a nagy izgulás, hogy ott voltak a görbék, de még nem volt eléggé biztos, hogy mi ez. És aztán majd a tavasszal elkezdjük mérni, és augusztusban majd bejelentjük, hogy mit fedeztünk fel. Tehát miért izgultak ennyire? Hát máskor is találtak már részecskéket. 1972 óta gyakorlatilag a gyorsítók mindig a standard modell által megjósolt valamelyik részecskét keresték. De most már a standard modellben minden megvan. Hát akkor, ha most találunk valamit, az már valami új standard modellen túli, valami extra dolog lehet, amire akár Nobel-díj is jár. Talán a szűzének az egyik részecskéje, vagy talán a sötét anyagnak az egyik megjósolt részecskéje, vagy talán valami még extra, Isten tudja. De most én itt abba hagyom, mert Pásztor Gabi erről fog beszélni egy hónap múlva. Tehát tessék, addig lehet izgulni. Na most, a másik dolog viszont, ami szóba került, szegény ember vízzel főz, kis gyorsítóval is dolgozik. Ugye mindenki látta már különböző vegyíteseken, hogy a CERN-nek 27 kilométeres óriási gyorsítója, egy ország nem is elég neki átló kettő alá, és így tovább. Hát a kis magyar gyorsító az ekkora. Ott van mellette Krasznahorki Attila Debrecenben, és ezzel is lehet labdába rúgni. Tehát világszínvonalú méréseket, tehát ugyan a tudományi fejlődésben beleszóló dolgokat lehet produkálni, csak ügyesen kell rájönni arra, hogy mit kell megmérni, mi az, amire a mi berendezéseink alkalmasak. Tehát kis energiájú atommag átalakulások, van itt egy atommagkutató intézet Debrecenben, ahol nem olyan nagy energiákon, mint Genfben, de mindenféle részecske fizikai folyamatok, atommag folyamatok zajlanak. Kérdés az, hogyha van új fizika, vannak ilyen feltételezett részecskék, hát ha ebbe is beleszólhatnak az ilyen folyamatokban. Például a sötét anyagnak az egy legkönnyebb részecskéje. Mi lehet a legkönnyebb? A közönséges anyag legkönnyebb részecskéje a foton, hát akkor nyilván a sötét anyag legkönnyebb részecskéje a sötét foton. Logikus, nem? Természetesen a sötét anyagról nem tudunk semmit, ezért nincs neki elmélete, ezért van neki sok elmélete. Naponta publikálnak mindenféle fizika fülöbben, a sötét anyag X-ről elnevezett elmélete, meg Y-ról elnevezett elmélete. Az egyik elmélet szerint például van sötét foton. Valami ilyesminek biztosan kell lenni. Erről már a termodinamikai előadásban beszéltem. Láttuk, hogy a sötét anyag is felhőké kondenzálódik. A közönséges anyag, amikor a gravitáció összehúzza, az energia egy részét fotonok formájában kisugározza, és azért tud még jobban összehúzódni. A sötét anyag is felhőkben van. Tehát nem tudni, hogy miből van, de bizonyára az is valamiféle ilyen termodinamikai folyamatokkal összekoncentrálódott, és akkor nevezzük azt, amit kisugárzott, sötét fotonnak. Tehát bizonyára vannak ilyen könnyű részecskék. Na és akkor azért különbözhet, mert ha olyan lenne, mint a foton, akkor látnánk. Ez szerint az elmélet szerint, mert a közönséges fotonnak a tömege nulla,
ennek a sötét fotonnak nem nulla. A nulla tömegű részecskék által közvetített kölcsönhatás végtelen hatótávolságú foton elmegy a végtelenbe, lehet látni. Sötét foton nem ilyen, ezért nem látszik. Kimegy, aztán valami történik vele. Jó, tehát fölberült egy ilyen elmélet, nem biztos, hogy ez a jó, ez egy lehetséges, egyszerű elmélet a sötét anyagra. Következő kísérletet hajtották itt végre Debrecenben, itt egy atommag, csak úgy fogunk, meglőjük protonnal, átalakul egy másik atommaggá, de annak a gerjesztett állapotába kerül. Utána ez visszamegy az alapállapotba, de közben kisugároz egy gamma fotont. Szépen ott anyarog a gamma foton, aztán elbomlik elektron és pozitron pára, és ezt a detektorokkal tudjuk detektálni, mégpedig ugye a különböző irányokba kirepülők, pontosan meg tudjuk mérni ezt a phi szöget, hogy milyen szögben áll ez a két. Ez egy régóta ismert folyamat, megvan az elmélete, a standard fizika alapján ezt ki lehet számolni, mérik, ismerik. És az a gondolat merült föl, hogy ha létezik a sötét foton, akkor nagyon ritkán, nagyon kis számú esetekben, de ott a gamma foton helyett a sötét foton is keletkezhet. Meg lehet satszolni, hogy milyen arányban. Na most ugyanez a folyamat történik akkor, csak hogyha itt sötét foton van, akkor mivel annak nem nulla a tömege, ennél a bomlásnál mások az irányok, más szögben repül ki az elektron meg a pozitron. Ezért, hogyha megmérem a szögelosztást, körben rakom, ott vannak körben a detektorok, amik érzékelik a különböző, itt történik a folyamat, különböző irányokba kirepülő részecskéket érzékelik, akkor meg tudjuk mérni a szögeket. És akkor íme itt egy ábra, csak ijesztésképpen, aki majd jön fizikusnak, az maga is ilyen ábrakat fog produkálni. Ez volt itt a korábbi elméleti görbe. Ha létezik sötét foton, akkor ez a fekete az elméleti görbe, és ott vannak a mérési adatok, amik erre szépen ráilleszkednek. Ez a kis hupli, ez azt jelenti, hogy létezik valami olyan részecske, ami itt a gamma fotonnak a helyében lép. Nagyon keveset tudunk róla, de bizonyos adatait tudjuk. Ez tehát valamilyen értelemben igazolta az elméletet. És akkor most felmerül a kérdés, hogy felfedezték-e Debrecenben a sötét anyagot, vagy legalábbis a sötét fotont. A sztorihoz hozzátartozik, hogy ez 2015-ben történt, meg is jelent rendesen szakmai folyóiratokban, meg egyebek, de nem nagyon figyeltek föl rá, de 2016 közepén, akkor, vagy tavaszán hirtelen nagy szenzáció lett, mert egy amerikai csoport elkezdte idézni, hogy mit fedeztek fel Debrecenben, mert ők hozzátették a maguk dumáját, és akkor ezt már a világsajtó fölkapta, és mindenhol erről írogattak, hogy hinnye, miféle új dolgokat fedeztek fel ezek a magyarok. Szóval az a válasz, hogy még nem fedezték föl, de lehet, hogy az, de az is lehet, hogy nem. Mert a kísérlet szerint, én nem vagyok kísérleti fizikus, de elhiszem, hogy jól csinálták a kísérletet, létezik ott valami újfajta részecske. De hogy ez vajon megegyezik-e azzal, amit kijegyezték a kísérletet, az egyáltalán nem biztos. Nagyon sok különböző elmélet meg tud magyarázni egy ilyen részecskét. Bárki elővehet a fiókjából ilyen elméleteket. Például ezek az amerikaiak is elővették. A kísérlet motivációja egy bizonyos elmélet volt, és ezt megerősítette a kísérlet, de az amerikaiak kitaláltak egy egészen más elméletet, az úgynevezett ötödik kölcsönhatást. Ugye a négy az ismert, az elektromágneses, gyenge, erős és gravitációs kölcsönhatás mellett van egy ötödik, amit ők kitaláltak. Annak ez egy részecskéje. Ez az elmélet éppen ugyanolyan megalapozott, mint a sötét fotoni, azaz sehogy. Tehát kezdeti elmélet. Így kell kezdeni. Hát még nem tudunk semmit, akkor összebarkácsolunk valami viszonylagos elméletet, megnézzük, hogy mi következik belőle, aztán majd párhuzamosan fejlesztjük a kísérletet meg az elméletet. Mi a teendő ilyenkor? Meg kell ismerteni a kísérletet más csoportoknak, hasonló atomokkal, hasonló vagy kicsit más berendezésekkel, hasonló jellegű kísérleteket kell csinálni, körbejárni, alaposan megvizsgálni a részecskét, egyebeket, és kiépíteni hozzá az elméletet, összehasonlítani. Hát pontosan így fejlődik a tudomány. Ez a normál működés, elmélet és kísérlet összehasonlítani. Mi lehet ebből? Hát lehet az, hogy kiderül, hogy mérési hiba. Minden fizikusnak a rémálma az, ami néhány éve a CERN-ben történt, amikor bejelentették a fénynél gyorsabb neutrinókat, és akkor pár hónapig ez volt a szenzáció, aztán kiderült, hogy valamit rosszul dugtak össze, és elektromos csatlakozás hiba volt. Hát ez bárhol előfordulhat, minden kísérleti fizikus azt állítja, hogy őnála nem fordul elő.
Az is lehet, hogy ez nem új részecske, hanem valami magfizikai folyamatot értenek rosszul, és akkor a magfizikán belül kell keresni ennek a problémának a megoldását. Az is lehet, hogy ez egy olyan részecske, ami mégiscsak benne van a standard modellben, csak valahogy másképp viselkedik, mint eddig gondolták. Lehet, hogy valami részecske, ami túl van a standard modellen, de nem illik bele, az egyik olyan elméletben sem, amit javasoltak a továbbfejlesztésre. Például ez az ötödik kölcsönhatás, amit most dobtak fel az amerikaiak, ez egy ilyen dolog lehetne. Az is lehet, hogy a standard modellen túli, és a szuperszimmetrikus elméletekbe beilleszkedő, nagyon jó. Ez már rózsaszín perspektíva. És az is lehet, hogy egy olyan részecske, ami egyben a sötét anyag egyik részecskéje, és akkor ez egyben a sötét anyagnak az első földi kimutatása lenne. Ez mind lehetséges. Hogy mi történik, ez a következő években kiderül, amikor a kísérletet ellenőrzik, megismétlik, aztán majd sokat fogunk valószínűleg hallani róla. Hát a sötét anyag jövője az most kezdődik, most még minden folyékony változatlan, lehet, hogyha egy hónap múlva mondanám, akkor egészen mást akkor kéne tenni a hangsúlyokat, mert közben történnek új felfedezések, hát legyen világos. Hoppá, bocsánat. Még valami még kimaradt, a sötét energia. Ugye a sötét energia az kicsit több, mint a sötét anyag. Ez az univerzum anyagának 74%-a, más neve is van, inflaton, meg quintesszencia. Régebben úgy hívták, hogy kozmológiai állandó, hogy Einstein legnagyobb tévedése. Erről majd jövőre beszélünk. Köszönöm szépen a figyelmet!